Sziasztok, ez itt a Bögre Csatornén Balázs vagyok, és üdvözöl titeket az új Crusader King 3 Let's Play sorozatban. 2024 március vége van, ami azt jelenti április eleje, de amikor felveszem, akkor még március vége. És az 1.12.3-as patchen vagyunk most, azaz nemrég kijött az új patch, a Legends of the Dead, és ennek kapcsán meg, hogy véget ért a borsodi Let's Play sorozat, gondoltam itt az idő belekezdeni valami újba, és egy nagyon régóta halogatott achievementet fogok most ebben a sorozatban remélhetőleg megszerezni, és persze közben további achievementeket is, mert hogy például van itt rengeteg, ami egyszerűen vagy azért nincsen még meg, mert friss achievement, vagy azért, mert egyszerűen nem voltam olyan helyzetben, hogy meg tudjam szerezni, de a célunk a Mother of Us All achievement megszerzése, ami a játék megjelenésekor az egyik legnehezebb achievement volt, vagy nem is legnehezebb, legnagyobb ívűbb, legidőigényesebb. Ennek a célja, hogy Magaiva Daurával elkezdve a játékot, reformáljuk meg egy afrikai pogány hitet, és térítsük meg az összes területet Afrikában erre a hitre. Úgyhogy igazából sok setupra nincsen szükségünk, tudjuk, hogy kivel kell kezdeni, 867-ben fogunk neki ugrani a játéknak, és itt is van, Daura ma Daura, ugye vele kell kezdeni, remélem, hogy vele kell kezdeni, hogy őszinte legyek, az előbb, mintha egy másik nevet olvastam volna, de mindjárt megnézzük. Tehát akkor achievements, friendship is, nem, Magaiva Daura. Szerintem a Magaiva az a, vagy a Magaiva az igazi neve, vagy pedig Countess of Daura, vagy pedig a Daurama az igazi neve. De igen, szerintem vele kell kezdeni ezt az achievementet. Hausa, Bori és Medium nehézség. The Last of Magia of Daura, tehát Daura utolsó magiája. Daura ma a hausai régi hagyományoknak a szimbóluma. Az új férje, Biadaivia, aki eredetileg Irakból származik, a változást reprezentálja, és ahogy egyre több külhoni vagy külsős érkezik Hausalandra, magukkal hozzák a fura hitüket és kultúráikat. Daurama úgy fog bekerülni a történelembe, mint az utolsó Magaiva, de így kell ennek történnie. Hát mindjárt kiderül. Ugye az összes DLC aktiválva van, normál nehézségen játszunk, nem Iron Man módon, mert nekem úgy egyszerűbb egész egyszerűen a menedzselni a mentéseket. És akkor be van kapcsolva nem sok mod, igazából 2-3, Community Flavor Pack, Ethnicities and Portraits Expanded, és talán még a Better Barbershop, de ennyi, amúgy teljesen vanilla ez az élmény. Mindent alapbeállításon hagyok, kivéve a Mongol Invasion-t, mert az random, és kivéve a Fekete Halált. Na most az a helyzet, hogy ez a DLC, a Legends of the Dead, az megjelent már jó egy hónapja, és azóta azért streamelgetem, nem sikerült még a Fekete Halálnak előjönnie, de hogy még egy igazi nagy járvány sem igazán láttam. Tehát beállítjuk azt, hogy Black Death Circumstance, ez organikus legyen. Tehát Black Death will occur, a historical plausible scenario that is relative to the current state of the game. Egy történelmileg hiteles körülmények között fog ez kialakulni, ami reagál arra, hogy éppen milyen a jelenlegi játéknak a helyzete. Hányszor fordulhat elő? Itt most, ha once van beállítva, én Unlimited-et állítottam a múltkor, és amit lehet, hogy meg fogok bánni. Jó, legyen once. Legyen egyszer. Mert ez a Fekete Halál, ez olyan dolognak tűnik, ami haza tudja vágni az ember tervét. És elég szerintem, hogyha ez egyszer megtörténik az egész Let's Play során. Plague Frequency az teljesen normál. A többit pedig maradjon úgy, ahogy alapból volt, az alapbeállításokkal. Még amit esetleg meg lehetne nézni. Hungarian Migration. Hát, ezt adjuk immediate-ön, bár múltkor nagyon csúnyán kikaptak. Úgyhogy, hát ha most nem fognak. Andalúzia bukásának nincsen limitációja. A skandináv kalandozók azok nagyon zavaróak tudnak lenni, de hát ha nem fognak elérni hozzánk. Seljuk Invasion. 945 körül támadnak. Én ezt most defaultra hagyom. Mert kíváncsi vagyok, hogy ez mi történik, vagy hogy történik. Valószínűleg nem lesz ránk hatással, de a világra magára nagy hatással lehet.
Committee for Fantasy. Remains Historical Authenticity. Igen, légy szíves. Ne legyenek fantasy elementek ezekben benne. Sikon, oké, ethnicity, cosmetic on, inglos helmet on, inbred option on, tökéletes. Akkor vágjunk is neki ennek a Let's Play sorozatnak. Ugye Afrikában még nagyon keveset játszottunk, vagy lehet, hogy egyáltalán nem. Ez is benne van a pakliban. Talán egy-két alkalommal, minthogyha játszottunk volna. És hát akkor itt is vagyunk. Ugye van most nekünk ilyen térképünk, meg minden. Ez abszolút nem néz ki afrikainak, de... Oké, okay, elfogadom. És akkor Afrika helyzet összességében úgy néz ki, hogy van egy erős Gánánk, a Gánai Királyság. Van egy erős Kánemünk. És nagyjából ennyi. A Ife az közepesen erősnek mondható, de amúgy ilyen egy-két területes grófságokból áll itt minden. Annyi, hogy nekem Kánem az pont a szomszédomban van, de erre majd mindjárt visszatérünk. Nézzük meg a vallást, tehát a Bori vallást vallom én, ami ezoterikus, adoricisztikus és rituálisan celebrál ő. Ezt remélem mindenki értette. Ezoterikus az azt mondja, hogy a gyermekek, akik learninget tanulnak, bölcs emberré válhatnak, és a bölcs ember és a bölcs asszony, azok erényeknek számítanak. Aztán adorcizmus, ami azt jelenti, hogy kérhetjük a szellemek segítségét, és a megszállott, miért van kétszer a megszállott? Valamiért két megszállott trait van. Ja, mert az egyik örökölhető, a másik nem. Oké, okay. Szóval a megszállott trait az szintén erénynek számít. És van a rituális ünnepségek, ami pedig azt jelenti, hogy lakomát tarthatunk azért, hogy piétát kapjunk. És a valószínűbb, hogy érkeznek lakomára egyébként a haverjaink. Bűnnek számít az arrogánság, a megtévesztés és a gyávaság, míg erénynek számít a, hát, szerénység, az őszintesség, a bátorság, a bölcsesség, a boszorkányság és a megszállottság. Jogilag a nők és a férfiak egyenlőek, pluralista a hitünk, teokratikus, és hozzáférünk a zarándoklásokhoz. Vannak konkubájnok, szuper, mindig szabad elválni, legitimizálni kell a fattyakat, tehát nem lesz automatikusan mindenki örökös, és a kuzinok már akár házasodhatnak is. Elfogadott az azonos neműeknek a kapcsolata, szexuális kapcsolata, a deviancia szintén elfogadott, viszont bűnnek számít mind a férfi, mind a női házasságtörés. És ez olyan érdekes. Általában ezek sandok szoktak lehetni, tehát hogy rossz néven veszik, de nem bűn. Itt viszont flat bűn, tehát ha valakit rajta kapunk azon, hogy félre csinál dolgokat, akkor már is van okunk, hogy letartóztassuk, vagy elvegyük tőle a földjét. A közeli rokongyilkossága számít bűnnek, és... Hát a witchcraft egyenesen virtuous, ezt ugye már beszéltünk róla, hogy nem úgy tiltva van a boszorkányság, hanem egyenesen nagyon-nagyon támogatják, és felnéznek a boszorkányokra. A klérusnak a funkciója az, hogy terjessze a hitet, a klérusnak a neme az nő, tehát csak nők lehetnek a klérus tagjai. Házasodhatnak, időleges és visszavehető a kinevezés, és végül pedig a temetés, ugye ez egy új dolog, tényleg még így Let's Play-ben nem is nagyon beszélgettünk ezekről az új dolgokról, de ez egy új dolog, itt a Funeral Tradition, a Clergy Doctrines-nál. Van azt hiszem négy fajta, ezt meg is tudom egyként mutatni nektek, talán, igen, itt van, öt fajta van. Van a sztoikus temetés, ez az, amit mi igazából itt a modern nyugati világban csinálunk, amikor szomorúan állunk a sír mellett, hogy de rossz alapvetően. Van a Bewailing Burial, vagy burial, ez az, amikor hangosan és látványosan siratják az elhunytat. Van az cremation, ezt is csináljuk egyébként itt nyugaton, ez ugye a elégetés. Van a sky burial, ez a különleges, ez ilyen keleti dolog, tehát hogy elviszik a hegyekbe, és akkor ott
visszaadják igazából az égieknek, és van mummification, ami pedig a mumifikálás, ami egy tök izgalmas dolog egyébként. Ennek az a plusz benne, hogy több aranyba kerül, viszont a végén kapunk belőle tárgyakat, például mumiákat. A Bewailing Burial-nek annyi a plusz a sztoikushoz képest. A sztoikus több piétát ad, de a Bewailing az pedig stresszt jobban csökkent, mint a többi. Jó, tehát ezt kell tudnunk a hitünkről. Ja, még a szent helyeket érdemes megnézni. Jelenleg a Bori vallás, az amúgy nem egy kis vallás. Az más kérdés, hogy sok terület, amit idézőben birtokol, az sivatag. Tehát az Orissani és az Akomi vallásokkal gazdagabban lakott területeken vannak, még a Szigolyék is. De hogy szerintem azért nem rossz vallás ez, nem tűnik rossznak. 50%-os a fervorja. És három szent helyet birtokol, Daurát, Garumellét és Duolót. Ezek Daura az Monthly Prestige lovagunként és lovagi hatékonyság plusz 10%, Garumell az Pop Opinion plusz 5, és Vandala, vagy Duoló, az pedig a Dryland területeken ad előnyt a csatákban. Nincs nálunk, a kusitáknál van Elfasher, ami devotionenként adna stewardshipet, ez azért elég jól hangzik, és Igbo Ukvu, vagy pedig Igbo, pedig devotionönként adna learninget. Ez is nagyon jól hangzik. Ezeket majd mindenképpen meg kell szereznünk idővel. És természetesen reformálni a vallásunkat. Japp, ez egy jó kihívás a székint, főleg az elején. Mert ugye még feudálisok vagyunk? Nem hiszem, hogy vagyunk feudálisok. Chiefdom. Japp, ami azt jelenti, hogy Ed of Feudal Ways, ennek van egy külön nyugat-európai pogány verzió, nyugat-afrikai pogány verziója. Ez azt hiszem, ami update-tel került bele. Ugye normál esetben úgy kéne a feudalizmus, hogy abszolút tribal authority, organizálni a hitet, amit úgyis meg kell csinálnunk egyébként, legalább kettes szintű, vagy distinguished, igen, legalább kettes szintű hírnév, a Daurának legalább 10-es development, és 70% az összes innovációnak a megfelelő korból meglegyen. Ezt mondjam, megnézzük, hogy ezzel hogy állunk. De van egy külön West African verzió, ami pedig akkor vonatkozik, hogyha ezek közé a hitek közé tartozunk, és ez reformálatlanul is engedélyezi a feudalizációt, ami amúgy tök jó. Azt kell, hogy abszolút tribal authority-ből legyen adva, és legalább 4-nek ebből a 7 dologból aktívnak vagy igaznak kell lennie. Tehát a realm size legyen legalább 12-es, legmagasabb cím az király, vagy királyság, vagy a feletti. Legalább 6 vazallus, aki legalább gróf szintű, legalább 3-as szint a prestízsben, legalább 3-as szint a piétában, és 10-es legyen a development a városunkban. Tehát igazából ezekből 4-nek kell teljesülnie, ami szerintem teljesen tartható. Ami ugye mindig itt a szűk keresztmetszet, az a civic és military innovations, 70%-nak kell meglennie, ami azt hiszem, hogy 10 darab, és akkor én nézzünk rá, hogy ebből hogy állunk. Tehát most megvan itt nekünk 3, ami azt jelenti, hogy még ezek szépen elterjednek, vagy igen, ez nem számít, a cultural regional nem számít, szóval amíg ezek el nem terjednek, addig esélyünk sincs arra, hogy feudalizálódjunk. Úgyhogy az egy jó 100 év szerintem minimum, míg itt minden elterjed. Most amit tudunk, az a crop rotation, a casus belli és a plenary assembly, ami egyszerűen fantasztikus, meg Sahel Horseman, ami száheli lovasságot ad az én számomra. És akkor nézzünk is rá a kultúránkra. Én vagyok a kultúra feje, jelenleg szerint. Ez 12-es learning-el nem olyan rossz, és akkor hát azért ez nem a legnagyobb kultúra valaha. Hogyha megnézzük, akkor például itt a területek azok hauszák, viszont az itt lévő urak azok nem azok. Tehát most előhozom ezt. Hát melyik földem van? Ez az én földem. Meg ez. Oké. Okay. Ja, bocs, de jórét nézek, buta vagyok. Szóval, Kano, ő egy másriki. A Kvarafarafa, ő is egy másriki. Kano egyébként szerintem a férjem. Igen, ő a férjem. Ő az az iráni, akiről beszéltünk.
Iráni, azt hiszem Iránit mondtak. Szóval ő a férjem, vele nem lesz probléma, de azért jó lenne, hogyha inkább a saját kultúrámból származna. A többiek itt egyébként megfelelő kultúrájúak, mert hogy ezek már, vagyis ő nem, ők pont nem, ezek megfelelő kultúrájúak, meg az a kis terület itt, Katagum, az is megfelelő kultúrájú. És akkor mit tud ez a kultúra? Ugye a Hausai kultúrában vagyunk, ez egy közép-afrikai kultúra. Kadik a nyelv, amit beszélünk, és Hausának nézünk ki meglepő módon. Ez egy egalitáriánus kultúra, ami növeli a kulturális elfogadást, a vazallus limitet, különböző kultúrák és hiteknek a véleményét, ami mondjuk most pont hasznos. Karavánosok vagyunk, ami azt jelenti, hogy a föld nélküli vándorok, azok idővel skilleket kapnak, lifestyle traiteket, stewardshipet, és azok, akik pedig udvaroncok, de nincsen munkájuk, azok valószínűbb, hogy ilyen vándorokká válnak. Minden karakter 20%-kal messzebb elér diplomáciailag, plusz 5% a hadsereg sebességére, 20%-kal gyorsabban és biztonságosabban utazunk. Parokializmus, ami azt jelenti, hogy a városiak azok őrzik féltékenyen a függetlenségüket. Több developmentet, levit és taxet adnak, viszont csökkentik a kontrollt. Parókia és vazalusok drágábbak, vagy gyakoribbak. Olcsóbban építünk várost és városi épületeket, kevésbé kedvelnek ezek a vazalusok, többet fizetnek és többet katonát adnak, illetve a kisföldbirtokosok is kevésbé kedvelnek, méghozzá jelentősen. Végül pedig family business. Ez a kultúra, ez támogatja azt, hogy bátorít arra, hogy a családok mentén szervezzük a kereskedelmet, szervezzük a munkát, szervezzük a mindent is. A base progress skill and impact on consideration increase, tehát hogyha közeli családtagot rakunk be a tanácsba, akkor az jobban fog teljesíteni. Plusz 20 véleményt kapnak azok a családtagok, akiket udvari pozícióban rakok, és hogyha családtól veszünk el presztízset, akkor veszítünk. Vagy ha családtól veszünk el valamilyen címet, akkor veszítünk presztízset. Oké. Na most, ha mindent tudunk. És akkor most a rész felénél mondom, hogy igen, ez megint egy olyan rész lesz, ahol nem lesz rendítve valószínűleg az idő, mert először meg kell néznünk a setupot, és az első rész mindig erről szól. Nem tudom, van olyan, aki ezen még meglepődik, de most gondoltam jobb, hogy ezt így tisztázom. Mert most jön a karakterünk. A karakterünk az Petty Magia, tehát a Petty Magia az valószínűleg a címe. A Chiefdomnak az ura a Petty Magia, és szerintem ez a grófi cím, és a hercegi cím pedig a Magia. Vagy Magaia, bocsánat, Magaia. 25 évesek vagyunk, az egészségünk okés, igazságos vagyok, őszinte vagyok, bizakodó, bizakodó. Karizmatikus tárgyaló, az egy 3-as szintű, az nem olyan rossz. Plusz 6 diplomácia és 30% dipló lifestyle experience. Bölcsasszony, ez mondjuk nagyszerű, és diplomata. Növeli a kezdeti legitimációt, nice. 24-es a diplomáciám, az tényleg nem rossz. 10 marshal, 12 stewardship, egy darab intrigue. Remélem nem akarnak meggyilkolni, mert akkor hamarabb, tehát könnyebb meggyilkolni, mint egy száraz falevelet. Learning 12 és a prowess a 8. Van egy embassy nevű módosító. Diplomácia plusz 1. És a legitimációm pedig fantasztikus. Mert hogy 3/5 és igazából ennyit várnak élnek tőlem. Rightful ruler vagyok, ha meg tudnám nyitni. Köszönöm. Short range duration minus 50%, pop opinion plusz 10. És egy csomó olyan dolog, ami amúgy annyira nem számít, szintén szólva. A 61 forintom van, 450 prestízsem, azaz establishednek számítok, és a PA-tám pedig 300, dutiful. 1056 katonám van, ebből 850 a levi, 6 championnek hívják őket, egyébként lovagok, de hogy 6 bajnokom van. Van 100 száheli lovasságom, az nagyon jó, mert az különleges, könnyű lovasság, és 100 íjászom. Illetve van egy szövetségesem, ugye a férjem, Kano úra, aki azért 1800 katonát ki tud állítani. Két címen van, két hercegség, Daura és Katsina, mind a kettőt közvetlenül irányítom,
és hát a férjem a szövetségesem, ahogy erről beszéltünk. Szerencsében Madridban vagyunk házasodva, így az én vérvonalom a Daurra fog tovább menni. Anyám Savata Daurra volt, 53 évesen halt meg, apám 62 évesen, nem, bocs, csak anyám van, apám nincs. Nagyapám van még, Najibu Daurra, 62 évesen. Van egy testvérem, féltestvérem egyébként, Savata, aki a kancellárom is egyben. Ez nem lehet túl erős tanács egyébként, hogy hetessel már bejut a kancelláriába. Ő valamiért csak a féltestvérem, nem tudom, hogy miért, mert hogy anyánk ugyanaz, apánk ezek szerint más volt. És van egy kis fiacskám, Bavo, Durbava, 0 éves, tehát most születhetett, konkrétan ma született, jéj, aki, hát akiről még nagyon sok mindent nem lehet elmondani, annyi, hogy van rengeteg igénye. Tehát például, hogyha majd a férjünk meghal, akkor a gyerekünk egyesíti Kánót és Daurát. És ez egy egész jó dolog lesz. Igazából nem is kell itt az elején szerintem nagyon belemenni bármi agresszív dologba, mert hogy ezt el tudjuk foglalni majd egyben, vagy hogy egyben megkapjuk, és ez egy 6 terület, ha jól számolok, igen, ez 6 terület, amivel valószínűleg majd fel tudom venni a versenyt a Kánemmel is. Kánem itt van a szomszédban, hogy valószínűleg nem jó barátunk, 1500 katonája van, tehát hogy igazából nekem több van, jelentősen. Nem jelentősen, de hogy 2700-an vagyunk mi, ő 1500-an, valószínűleg senki nem fenyeget most innen, én úgy gondolom. A terjeszkedni majd lehet egyébként, például Gobir irányába, csak hogy kicsit még jobban növeljem a hatékonyságomat, meg a hatalmamat, hiszen lehet 4 doménem, jelenleg van mindössze 2. Oké. Okay. Rightful Ruler, igen, nálad jártunk, nincsenek ágyasaim, van egy riválisom, Bagvaria, aki Baidájának, tehát a férjemnek a kancellára. Oké. Okay. És az udvaromban 11-en találhatóak jelenleg, akkor nézzük meg ezt az oldalt is. Ugye most egy-egy szinten van a Tribal Authority, tehát gyakorlatilag szétszórt törzsekből áll az országunk. Ha a limitáltat áttolom, akkor kicsit kevésbé fognak kedvelni. Ez jelentősen egyébként, mert nem csak, hogy a plusz 5-öt veszítjük el, hanem helyette jön egy... Nem a plusz 5-re nem, de a plusz 10-et elveszítjük, és jön egy mínusz 5, tehát 15-tel csökken a Gloryhound vazalusoknak a véleménye. Jelenleg vazalusból van 0. Ja, hát akkor igazából akár mindegy is lehetne. Úgyhogy ezt át is rakom, sok jelentősége nincsen. Ugye 2 területen van, Daurra és Katsina. Daurra a fővárosom 1.4 aranyat hoz be, ez egy 7 developmentes város, 600 katonát ad, míg Katsina, szintén 7 development, viszont csak 0.2 arany és 250 katona. Valószínűleg azért, mert más épületek találhatóak itt. Daurrában 2 városhely van, Daurra és Zinder. Zinder nincs még kiépítve. Katsinában szintén. Itt Katsina és Marandi. Most Daurában található egy Sparring Ground, ami alapból ad 150 levit, meg egy Longhouse, ami ad még 100-at. A Katsinában ezek nem találhatóak meg, de hogyha mondjuk ezeket kiépítem, ugye pénzből és prestízsből, akkor azért lehet jelentősen növelni még a hadseregem méretét ezen a ponton. No player out of your dynasty. Várj, a fiam nem a dinasztiámból származik? Oh fuck, ő Durbava valamiért. Ez izgalmas, főleg, hogy Madridban házasodtunk. Tehát akkor mindenképpen produkálnom kell még egy gyereket, úgyhogy kezdjük is ott, hogy elcsábítjuk a férjemet. Ez az első dolog. Még amit nem csináltunk meg, az a lifestyle. Meg a család. Diplomáciában vagyok, megvan a thoughtful, megvan a defensive negotiations és a embassies, és választani kell, hogy mire koncentráljunk. Hát a fertility, tehát family, családra szeretnénk most koncentrálni, mert most nekem gyermekem kell, hogy szülessen. Igazából mindegy, hogy fiú vagy lány, azt hiszem. Confederate partition, equal gender law. Fantasztikus. Viszont akkor az van, hogy igazából neked az örökösöd Biram. Nem is bávóak, viszont nem fogjuk tudni egyesíteni itt a területeket. Még úgy sem, hogyha bávó... Ugye, hogyha bávó kerülne valahogy a trónra nála, mert mondjuk meghalok, akkor game over. Ilyen szempontból van kihívás benne.
Akkor tudnám Kánót megszerezni, hogyha ezek a gyerekek eltűnnek, és nekem születik egy gyerekem Bayadiával. Itt nem tudom amúgy milyen az öröklés. Equal. Oké, itt is equal. Az jó, de nem tragikus. Oké, akkor ezzel majd foglalkozunk később. Nézzük a hadsereget. 850 levi és 6 lovag. A legrosszabb lovagom az 6-os, a legjobb 11-es, nincsen óriási szórás. 120 a hatékonyság. Az okés. És akkor van egy bowmanem és egy horsemanem. Ezeknek végül is tudnám növelni a szemet, ha akarnám, csak akkor lehet, hogy a prestige-em mínuszba menne le, úgyhogy több menet ármazom nem lehet, de ugye ezek még 300-an is lehetnek akár a 100 helyett. Oké. Tanács. Magadia. Az én Magadiám, az Nasiba. Egy 7-es szintű, ő buta, és nem én mondom, hanem a játék mondja. Berakhatjuk ide akár... Hát igen, akiket be tudunk rakni, az már ennél csak butább. Úgyhogy őket nem fogjuk berakni. Viszont, és akkor most nézem, hogy nem is jól néztem, tehát nem a stewardship-et kellett volna nézni a féltestvéremnél, hanem a diplomáciát, ami még rosszabb. Na mivel dolgozunk? Isák bejöhetne ide, ő most jelenleg a kémmesterem, aminek nem túl jó egyébként. Úgyhogy őket mindenképpen kicseréljük, egy 19-es kancellár az szerintem egy jó üzlet. És akkor a prestige növelésre fogunk fókuszálni. A stewardom az egy 10-es most, lehetne a 15-ös, már csak azért is, mert Kassa, ő egy borzasztó marsal. Úgyhogy őt ide berakjuk, ő lesz a stewardom mostantól, ő fókuszál a pénzszerzésre. Marijata, ő nem tűnik nagyon rossz marsalnak, de az tény, hogy jobb lenne Dzsire, aki egy udvaroncom. Illetve a kémmestert is le kell cserélni. Hát ide most jöhetne Kassa, csak akkor a Stuart-ot veszítjük el, úgyhogy helyette Dzsire, viszont Dzsirét meg most néztem ki marsalnak, és nagyon jó marsal lehetne belőle, úgyhogy Mallát, a lovagomat fogom kijelölni, vagy bajnokomat fogom kijelölni kémmesternek, és a marsallon pedig így Dzsire lesz. Jó, remélem mindenki most így elégedett, senki nem elégedett. Következő, udvaroncok. Nagyon sok pénzem nincs ilyen úri huncutságokra, mint hogy udvaroncok. Egyelőre egyiknek sem látom nagy jelentőségét. Itt a kontroll az maxon van, tehát nem kell szenecsál, hogy növelje a kontrollt, nem kell antikors, mert úgyse tud mit csinálni, nincsen semmi tárgyam, intrigben nem történik semmi, nincsen titok, frakciók nincsenek, döntések. Van itt valami extra döntés? Esetleg ez a Hold Mystical Communion, az, hogy ez Learning Lifestyle Experience-et ad. Az is igaz, hogy csinálunk 4 ilyet, és akkor kapunk egy Learning Lifestyle perket. Tehát azért ez nem egy rossz üzlet, 100 pilléteje cserébe. Vagy kereshetjük a szellemeknek a segítségét. Ez nem derül ki, hogy ez mit tud. Az biztos, hogy a Magadjánk segít rajta. Viszont ő 7-es, tehát hogy ő nem biztos, hogy túl nagy segítség, amit ő itt tud hozzátenni a dolgokhoz. Ha tartok egy Mystic Communion-t már csak a Divine Guidance miatt is, és majd lehet, hogy kérem a szellemek segítségét is. Activity-ben Feast, Hunt és Pilgrimage érhető el. Na, gyanús volt nekem, úgyhogy betöltöttem még egyszer a játékot, és igen, nem volt bekapcsolva az egyik DLC-sem. Most már itt vannak az Activity-k, nincsen semmi extra igazából, a szokásos, hát a funeral újdonság lehet, hogy nem láthatok tőlem azóta Let's Play-t, hogy megjelent a DLC, meg itt vannak a legendák, még ugye ezt tudjuk megnézni, de majd a következő rész elején fogunk erről beszélni, hogy milyen legenda tartozik a családhoz. És akkor még ezt kell megnézni, a station, igen, tényleg ezeket be kell rakni valahova. Oh, franc, ez egy misclick volt. Ez egy motherfucking misclick volt. Jó, hát akkor a presztízsünk az lecsökkent. God damn it! Ezt a gombot akartam megnyomni. Nem a másikat. Na mindegy. Automatikusan belekattintottam szépen. 0.1-jel csökken most így a presztízsem. Hát igen. Majd veszek föl ágyasokat. Mert az, szerintem azok növelik a presztízset. És van olyan, hogy Unraised Manet... Nem.
Lehet, hogy nem fogják növelni a presztízset. Lehet, hogy a piétáért felelősek az ágyasok? Na mindegy, van-e valaki? Hát ez az összes, ami lehetséges? Jó, felveszünk egy ágyast. Mondjuk a kancelláromat. Jó. Ez... nem tudom, változtott-e valamin? Szerintem nem. Szuper! Na, az első miszklikje megvolt ennek a Let's Play sorozatnak, de továbbiak várhatóak. A következő részben újabb miszklikek várnak rátok, illetve valószínűleg indítjuk a játékot most már. Köszi a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok!